tiltakozások és a kirakoltatások moratóriumának azonnali bevezetése korlátlan határidővel mindaddig, ameddig a kormány és a civilek érdekvédőinek képviselete meg nem egyezik a törvényesség további betartásának a rendjében. Addig rendőrséget csak akkor szeretnék látni, ha tilosan megyek át a lámpán, vagy gyorshajtást követek el, vagy éppen nem jó helyen parkolok. Azt elfogadom, fejet hajtok előtte, kiküldítek a csekket, és mellékesen meg kell, hogy jegyezzem, nem tudom befizetni, ha megbüntetnek akkor sem, mert a banki hiteleink már annyira tönkretettek minket, hogy lassan kenyere se tudunk venni. Erről szól ma a magyar szabadság, a magyar demokrácia, és ezt igenis meg kell változtatni, első lépésként úgy, hogy megkeresitek a miniszterelnök fenyegetőit, és megvéditek Magyarország miniszterelnökét. És ha ez egyedül nem megy, akkor kérjétek a segítségünket, és együtt fogjuk megoldani ezt a problémát. Nem hagyjuk! 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 Hagyjuk csak, hogy a bankárokat végre összeszeditek és beültetitek a pókalaci helyen. És megyünk együtt, akkor beülünk minden kocsiba a ketten, és megyünk és szedjük össze a bűnösöket. Ez már gyalázat. Mert tudjuk, hogy hova kell menni. Magyarországon, meg a magyar rendben. Ha nem adom a házam, civilmozgalom vezetői Póka László, tegnap előtt azért vitt el a Nemzetvédelmi Igazgatóság, mert Csányi Sándor volt olyan bátor, és megijedt a fenyegetésétől, és feljelentette. De kérdezem én, amikor mi feljelentettük Csányi Sándor, és a többi bankát, az ügyészségen, a kormányszervezeteknél, a népköztársaság elnökénél, azok a feljelentések miért nem értek célba? Egyszerűen leseplik az asztalról. És akkor mindenki azt mondja, itt van némi esetében a bíróság, hogy mindenképpen tartsuk a nénit jogviszonyban, nehogy kirakják a lakásából, mert akkor már végképp nem tudnak csinálni semmit. Hát hogy tartsuk jogviszonyban a nénit, ha ugyanakkor a mi rendőreink, akik a mi adófizető pénzeinkből vannak fenntartva, ide jönnek és szabályosan kiraknak minket. Ebben egyszer úgyis nagy baj lesz fiúk. Nagyon nagy baj lesz. Már most is nagy a baj, mert azt látjátok, hogy itt vagyunk 10-20-40-en. Ti itt vagytok 80-an. Ugye már 40 emberrel szemben is 40 fegyveres rendőr, az már egy túlerő. Nem beszélve arról, hogy a saját állampolgáraimmal szemben nem használok fegyvert. Nektek úgy kellene ide jönni, hogy se fegyver, semmi az oldalatokon. Nem a rablókat kell megvédeni! Addig, ameddig itt fintjük. Most jutott a tudomásomra az a hír, hogy egy olyan családot akarnak kilakoltatni, aki rendőrfeleség. És 29 évig volt ennek az országnak a szolgája az a rendőr, akinek a családját ma ki akarják rakni. Fiúk, hogy fogtok oda menni? Hogy fogtok szembenézni a kollégával? A kollégának a családjával? Nagyon-nagyon kényes kérdések ezek. Nem bántani, meg nem piszkálni akarlak benneteket. Gondoljátok meg! Tessék megtagadni a parancsot! Ez annyiból telik, hogy beültök az autóba, és visszamentek a rendőrségi kapuk mögé, vagy pedig ki az utcára szolgálatot teljesíteni, és kergetni azokat az igazi bűnözőket, akik például a napokban is egy autóért megöltek egy embert.